Hát most ez egy kis érdekesség. Ez a hétvége fogása. Egy Rapala X-Rap 8-as műcsali. És ami a dolog érdekessége, hogy ez egy teljesen vadonat új állapotú, tehát még soha nem használt Rapala, 8 centis. Bár a doboza az eléggé megviselt. De a Rapala az egy karcolás nincs rajta. Piacról való. És ahogy itt látható az ára rajta, ami már nem mostani. Most már ezen 13 itteni pénz körül van, hát én 3 fontért tudtam megvenni, annyit kértek érte. Ezzel kapcsolatban ezzel a műcsalival azért szeretnék bemutatni egy dolgot. Történetesen pedig azt, hogy ez mint itt látszik, vízbe helyezve, ugyan az alsó horog meg az alsó vége lóg lefele, de maga a csali legteteje az éppen kiáll a vízből, tehát magyarul nem süllyed le a vízbe, fölúszik. Az ilyen rapalákhoz, wobblerekhez általában kényelmi okokból szoktuk ezeket a fajta forgókapcsokat használni. Mint itt látható, kisebb-nagyobb méretbe. Egyre kisebb méretbe. Viszont egy dologra oda kell figyelni. Mégpedig történetesen arra, hogyha felrakjuk rá ezt a forgókapcsot, és utána megnézzük ezt a wobblert. Ez pont annyira megterheli, hogy elsüllyed a vízbe. Tehát ez nem lesz nekünk jó. Ha viszont kisebb forgókapcsot teszünk föl, az lehet, hogy már annyira kicsi és gyönge, hogy egy komolyabb hallal ez már nem tud megbirkózni. Tehát ez megint csak nem megfelelő. Olyat tudunk csinálni, hogy például ezt a kulcskarikát innét, hogy könnyítsük a szerelést, levesszük. És akkor ez itt látható módon kapcsoljuk közvetlen bele a fülbe a forgó karikának ezt a kiegészítő kapcsát. Gyors kapcsot. Teljesen tökéletes, még így se lesz a dolog. De azért ez a felúszó effektus ez megmarad, illetve a egész lassú süllyedés, ami lényeges ennél a csalinál. Vagy ezeket elhagyva közvetlen a zsinort kötjük a kulcskarikába. Egyébként meg ez egy rövid csőrű, tehát nem mélyre törő, nem mélyre halad bevontatás közben, tehát nem körülbelül egy fél méter mélységbe, egy méter mélységbe halad le. Valószínűleg csukára lesz jó, de majd a tengerre is szeretném kipróbálni. Ez a farok rojt, ez nagyon érdekes számomra. Ez a tengeri csaliknál jellegzetes kiegészítés. Hát majd meglátjuk.